Jó reggelt, jó napot, jó estét, jó éjszakát, jó hajnalt, üdvözlök mindenkit. Ez most csak egy nagyon rövidke vlog. Egy valamire koncentrálva, a buszmegállóra. Ugye itt vagyok Manchesterben, és van egy hely itt a belvárosban, ahol nagyon ügyesen megoldották azt, hogy hogyan szeparálják el a gyalogosokat, a buszokat és a biciklistákat egymástól. Meg is mutatom. Tehát nem egy hosszú táv, tehát kb. Egy utcasaroknyi távolság, de itt van egy ilyen biciklissáv felfestve, és nem csak felfestve van, hanem mint tetszik látni, külön ki van alakítva egy biciklissáv. Így mutatom. Tehát külön ki van emelve, más a burkolata, lejjebb van a szintje, mint a gyalogosok. Igaz, hogy csak egy centivel, de akkor is. És ott ugye ott van a figyelmeztetés, hogy ott van a gyalogátkelő hely. Ugye ott van a már ismert lámpa, tehát ezzel jelzik a gyalogosok átkelését. Itt ugye nincs olyan lámpa, illetve ott följebb van egy lámpa, egy rendes lámpás kereszteződés. De ugye ez a csíkos lámpa, ez arra szolgál, hogy ezzel jelezzék, figyelmeztessék jelen esetben a biciklistákat, hogy itt gyalogátkelés következik, tehát hogyha ott megáll egy gyalogos a lámpánál, a csíkos lámpánál, az azt jelenti, hogy a gyalogos át akar menni, és olyankor a biciklistának, mármint ebben az esetben a biciklistának, elsőbbséget kellene nyújtania annak, aki át kell. Ezért is van ott a slow felirat, tehát a lassan felirat, hogy lassan közelítsék meg a kereszteződés, vagy az átkelési pontot. Nem most, az, hogy nem mindenki tartja be, az egy dolog. És akkor tetszik látni, ott van mellette a buszmegálló, tehát itt ez a gyalogjárda, ez elég széles ahhoz, hogy a gyalogosok elférjenek. Mellette elég hely van a biciklistáknak, sőt bőven elég, hiszen ez csak egy sávos, tehát csak azban az irányba megy. És mellette van a buszmegálló. A kényelmesebb felszállás egyikéhez. Ez több busznak is megállója, tehát ezért két ilyen megálló, két megálló van itt, ez az egyik, az meg a másik. És hát ott van fönt a vasúti közlekedés, hiszen a Manchester Oxford Road az itt van egy sarokra. Na, hát ennyit erről, most csak így röviden. Én köszönöm mindenkinek, aki ezt a röpkét megnézte, és találkozunk legközelebb. Addig is tessék lájkolni, kommentelni, feliratkozni, esetleg egy kis donation, a meditation. Mutatom még egyszer a környéket, és találkozunk a következő videóban. Na bye everybody!